Nagyon gyorsan eltelt ez az egy év, olyan gyorsan, hogy, hogy nyilván ennek az az oka, hogy nagyon sok esemény volt az elmúlt időszakban. Ha kihívásokat kellene sorolnom, az első dolog az volt, hogy meg kellett ismernem azt a rendszert, ami itt a városházán működik, tehát egyáltalán a közigazgatás. Nyilván nem könnyű feladat az, hogy azt a frakciót, ami engem támogat, az együttműködésben, illetve a közös munkában meg kellett ismerni és ki kellett alakítani bizonyos eljárásrendeket. Nyilván a legnagyobb kihívás az elmúlt időszakban természetesen a járvány. Nagyon féltünk attól, hogy hogyan tudjuk megóvni a miskolciakat attól, hogy itt a járvány kiteljesedjen. Büszkén mondhatom azt, hogy ez sikerült, hiszen az első hullámban összesen öt beteg volt a városban. Ehhez kapcsolódik a harmadik a nagy kihívás és nagy probléma, még pedig az, hogy a Egyrészt a bevétel kiesések, másrészt az elvonások következtében egy nagyon súlyos gazdasági helyzet állt elő, ami egyébként az induló állapotokkal együtt azért komoly feladatok elé állított bennünket, és ez azt jelentette, hogy, hogy itt a költségvetést többször át kellett gondolnunk és újra terveznünk a talán legbüszkébb a kreatív régióban folyó munkára vagyok. Márciusban hozott egy döntést a kormány arról, hogy létrejön az az észak magyarországi gazdasági zóna, amely a kreatív régió nevet viseli, és ebben a kreatív régióban büszkén mondhatom azt, hogy a, a város és a városban folyó munka egy mozgatórugó, egy igazi húzóerő, és a, az ebben végzett munka, és az itt bemutatott anyagok a kormányzati oldalról nagy elismerésben részesültek, és úgy tűnik, hogy ha minden sikerül, akkor Miskolc 2030-ig terjedő gazdaságfejlesztési programja, ez még az össze a kormány elé kerülhet. Ez egy összetett program, alapvetően természetesen gazdaságfejlesztés, de minden olyan, ami a gazdaságfejlesztést érintheti, infrastruktúra, kultúra, humán, turizmus, ez mind, mind, és infrastruktúrális fejlesztés természetesen ez mindennek a területnek, vagy mindennek a programnak a része lesz.